Éhségsztrájkba kezdett Nagy Navarró Balázs, a televíziósok és filmkészítők független szakszervezetének egyik, és Szabó Jaranka, a szakszervezet másik alelnöke, azért, mert szerintük nem az utasításokat adó igazi felelősöket büntették meg a köztévés Lomnici botrányban, azaz a volt főbíró kitakarása miatt. A Híradó munkatársai között is akadnak tiltakozók, ők nem engedik kiírni nevüket az anyagaikra. Más miatt elégedetlen viszont a kitakarás következményeivel Dajcs Tamás, fideszes európai parlamenti képviselő. Szerinte nem figyelmeztetni, hanem elbocsátani kellett volna a kitakarás felelőseit. Ezt jelképezve ugróiskolát rajzolt az MTI főbejárata elé, amelyen, mint fogalmazott, valamennyi retusáló idióta pattoghat kifelé. Arról, hogy a szerkesztő riporter, a vágó és a felelős szerkesztő esetleg utasítást teljesített, Dajcs azt mondta, ez egyelőre feltételezés, de ha bizonyítják, akkor azért is elbocsátás jár. Nagy tisztelettel arra szeretném kérni az érintetteket, azt a három embert, aki láthatóan maguk sem tiltakoznak, ők voltak azok, akik ezt a magyarázatlan dolgot megcsinálták, hogyha ők bárkitől erre utasítást kaptak, akkor nevezzék azokat néven, és akkor az ilyen utasítást kiadók esetében is meg kell lenni a következménynek, ami nem lehet más, mint az elbocsátás.